Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Ülésezett a képviselőtestület. Útfelújításról, a gyulahúsról és házasságkötésről is tárgyaltak. Továbbra is rekord közelben. Csütörtökön 556 új koronavírus fertőzöttet jegyeztek fel Békés megyében. Folytatódnak a fejlesztések. A gyulasport terveiről Kertes István ügyvezető számolt be. 4 előadás februárban. A napokban elkészült a Gyulai Várszínház februári programterve. Megújulhat a Scherer Ferenc utca újabb szakasza. Május 1-től szeptember 30-áig, pénteken és szombaton este is lehet polgári házasságot kötni a hivatali helységeken kívül. Többek között ezekről döntött csütörtök délelőtti ülésén a képviselőtestület. A grémium módosította a korábban meghatározott határidőket a gyulahús ajánlattevőivel kapcsolatban. Ez a nap híre. Több témában született döntés a csütörtök délelőtti képviselőtestületi ülésen. A grémium a fő napi rendi pontok között elsőként a Békés megyei 3-as számú országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjait, valamint póttagjait választotta meg. Tagnak Magyar György Csabát, Varga Lillát és Borbé Istvánt, póttagnak pedig Folc Józsefet és Kun Miklóst választotta meg a grémium. A város meghirdette a Gyulahús Kft. Részbeni értékesítését nyilvánosan hirdetmény útján, melyre eddig 3 ajánlat érkezett. A gyulai képviselőtestület határidőket szabott meg. Az egyik, hogy egy munkacsoportot kellett létrehozni, melynek 2021. december 20-áig kellett megvizsgálnia az ajánlatokat, és ezt követően a testület felé kellett jelentést tennie. A másik határidő pedig az, hogy legkésőbb a 2022. január havi ülésén dönt a képviselőtestület az ajánlattevőkről. A gyulahús pályázott az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése elnevezésű kiírásra, melyel 5 milliárd forintos pályázati támogatást nyerhetnek. Ennek az eredményét még nem hirdették ki. Több körben lehetett beadni, az első körben beadott pályázat eredményhirdetése már megtörtént, miniszter úr Debrecenben egy-két hete hirdette ki az első kör eredményét, de abban a körben, amiben mi beadtuk a pályázatunkat, még nem született eredmény. Pedig arra számítottunk, hogy eddigra már lesz eredmény. Az eredmény nélkül azonban nem javasoljuk, hogy foglalkozzunk az ajánlatokkal, és döntsünk arról, hogy kivel bocsátkozunk részletesebb tárgyalásba, vagy kikkel bocsátkozunk részletesebb tárgyalásba, ugyanis a tárgyalásos során nem mindegy, hogy már van egy megnyert pályázatunk, tehát van egy 5 milliárd forintos támogatás a tervezett beruházáshoz, vagy pedig erről nincsen döntés. Ez a tárgyalási pozíciónkat is nagy mértékben befolyásolja, és természetesen a tárgyaló partnernek a hozzáállását is nagy mértékben befolyásolja. Görgényi Ernő polgármester azt javasolta, hogy módosítsák a határozatban korábban meghatározott határidőket. Várják meg, amíg megszületik a döntés a pályázat ügyében. A munkacsoport átvizsgálja az indikatív ajánlatokat, és a pályázati konstrukcióra benyújtott kérelem elbírálását követő 60 napon belül tesz erről jelentést a képviselőtestület felé. És ebből következően értelemszerűen a testület is az eredmény ismeretében fog tárgyalni. A javaslat alapján a pályázati konstrukcióra benyújtott kérelem elbírálását követően legkésőbb a döntés készhezvételétől számított 90 napon belül dönt. Tehát onnastól kezdve, hogy a munkacsoport megteszi a javaslatát, akkor legalább 30 napon belül kell, hogy döntsön a képviselőtestület. És hát a végleges ajánlatokról pedig majd ezt követően 90 napon belül kell, hogy döntsön a testület. Döntés született a Magyarorsi János Városi Könyvtár igazgatójának, a Gyulaváros Egyesített Óvodájának, valamint a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetőjének illetményéről. Elfogadta a grémium a polgármester és az alpolgármesterek illetményét is. Pályázatot nyújt be a város a Scherer Ferenc utca, Budai Nagy Antal utca és az Apor tér közötti szakasz, valamint az Apor Vilmos tér útburkolatának felújítására. A maximálisan igényelhető támogatás összege 40 millió forint, 75%-os támogatási intenzitással. A kivitelezés során az út felső kopó rétegét 3584 négyzetméter területen 5 cm vastagságban
országban lemarják. Ezután a kiemelt szegélyek szakaszos javítását és a közmű aknafedéllapok szintre emelését követően új 5 cm vastag aszfalt kopó réteget kap a terület. Módosították a Városi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló önkormányzati rendeletet. A Bai Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj összege tanulónként havonta 9000 forintról 10000-re, hallgatónként pedig 13000-ről 15000 forintra módosult. Egyre többen szeretnének nyáron esti és szabadtéri esküvőt tartani. A testület elfogadta azt a rendeletmódosítást, ami lehetővé teszi ezt. Május 1-től szeptember 30-áig pénteken és szombaton este is lehet polgári házasságot kötni a hivatali helységeken kívül a képviselőtestület mai döntésének köszönhetően. Döntés született a Hunyadító és a Hősök tava hasznosításával kapcsolatos pályázati jóváhagyásáról is. Mindkettő esetében nyílt pályázatot hirdetnek meg. A 2021. december 6-án kihirdetett jogszabály alapján 20%-os illetményemelésre jogosultak a kulturális ágazatban dolgozó. A grémium elfogadta az érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, a Gyulai Várszínház, valamint az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. Két ügyvezetőjének módosított javadalmát. Továbbra is rekord közelben van az új koronavírus fertőzöttek száma Békés megyében. Szerdán az eddigi legrosszabb napi adat született meg, csütörtökön pedig a második. A szerdai 673 eset után csütörtökön 556 ember kapta el a koronavírust Békés megyében. Ez utóbbi a járvány kezdete óta a második legrosszabb adatnak számít, vagyis az elmúlt két évben az utóbbi két nap alatt született meg a két legkedvezőtlenebb szám. Békés megyében a járvány kezdete óta 43.764 ember betegedett meg. Országosan egy nap alatt 19.213 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 64, többségében idős, krónikus beteg. 3267 embert ápolnak kórházban, közülük 157-en vannak lélegeztetőgépen. Az Omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amely pénteken és szombaton folytatódik. A beoltottak száma 6.347.000, közülük 3.574.000-en a harmadik oltást is felvették. Folytatódnak a fejlesztések a Gyula Sportnál. Kertes István ügyvezető arról számolt be, hogy a következő hónapokban a sportcsarnoknál szeretnék felújítani a tetőt. Az elmúlt években folyamatos korszerűsítést végzett a Gyula Sport a különböző létesítményeknél. A közel 500 fiatal sportolási lehetőségét biztosító cég a közelmúltban a gyulai sporttelep fejlesztését is befejezte. Most a legújabb fejlesztéseink azok kint a sporttelepen, ugye a salakmotoros pálya, ami úgy hívjuk, ugye abban az automata öntöző rendszernek a telepítése, illetve két hosszú járdaszakasznak a megépítése, illetve a tribunal alatti folyosó és játékos kijárónak a burkolása, a szebbítétele valósult meg az elmúlt időszakban. A biztonságosabb közlekedés érdekében a járdarészeket térburkolókővel rakták ki. Kertes István elmondta, a sportcsarnokban az idei évben is folytatni szeretnék a korszerűsítést. Most ebben az évben terveink között szerepel a sportcsarnoknak a tetejének a megújítása, új burkolattal való ellátása, és akkor tulajdonképpen a sportcsarnokot, mondhatom azt, hogy az aljától a tetejéig már megújítottuk. Az ügyvezető igazgató azt is elárulta, hogy a jövőben szeretnék erősíteni a közös munkát az óvodákkal és iskolákkal. Az együttműködést több sportágra is szeretnék kiterjeszteni. Februárban 4 előadást is megtekinthetnek a színházkedvelő nézők a Gyulai Várszínházban. A februári programtervet Elek Tibor igazgató ismertette. A Magyar Kultúra Napját követően februárban 4 előadással készülnek a Gyulai Várszínház munkatársai. Február 3-án a kortárs indiai tánccal ismerkedhetnek meg a Várszínház kamaratermében. A Siddhartha című produkcióban klasszikus indiai tánc és művészeti hagyományok, modern európai kortárs táncstílusok és színházi elemek keverednek. Nagyon színes februári programunk lesz, jobbnál jobb előadásokkal természetesen. Először február 3-án egy kortárs és klasszikus indiai tánccsoport
jön a Trigatú nevű tánccsoport, akik egy Szidháta című előadást adnak elő itt a Gyulai Vászonyász kamaratermében, ami Hermann Hesse művéből készült, és egy klasszikus Buddha történetet ad elő. Ez egyszerre lesz kortárs táncjáték, ányjáték, próza is lesz benne, zene is lesz benne, tánc is lesz benne, szerintem egy egészen különleges, fantasztikus, ritkán látható produkció lesz. Február 12-én szombaton a nemrégiben bemutatott Redőny című előadást láthatják az Orlai produkció előadásában Új Mészáros Károly rendezésében. A címet viselő Redőnyre összpontosul az előadás, különböző karakterek szempontjából vizsgálja, hogy milyen a Redőny két oldalán állni. Hol felhúzzák, hol lehúzzák, mi történik a Redőny két oldalán különböző szereplőkkel, és a nyelvezete miatt nagyon érdekes, ami nem csak Maros András sajátos nyelvezetétre jó példa, de idézi egy kicsit Eszterházy, Parti Nagy Lajos nyelvezetét is, és miközben egy nagyon szórakoztató, humoros, vidám előadás, nagyon komoly, mély kérdéseket érint, és akár katartikus élményben is részesítheti a nézőt, miközben végtelenül szórakoztatja és megnevetteti. Február 15-én a Mundrocó Kornél által rendezett Winter Rise című előadást láthatják, melyet már korábban is szerettek volna bemutatni. A Schubert zenéjén alapuló darab Szemenyei János színész énekes előadásában Mocsári Kornél zongora játékával kiegészülve látható majd a kamarateremben. Február 23-án az Arcintér mutatja be a Mesterhármas című produkciót. 3 milliárd forintos egészségügyi fejlesztésre készül a megyei önkormányzat. Rövid hírek következnek. A legutóbbi közgyűlésen elfogadták a 2022-es munkatervet, valamint a megyei önkormányzat költségvetését. Zalai Mihály elnök elmondta, a bevételek jelentős részét a pályázatok jelentik. Kiemelte, a települési önkormányzatokkal szoros az együttműködés. Zalai Mihály elmondta, a költségvetés kapcsán nem csak a kötelező feladataikra koncentrálnak. A bevételek lehetőséget adnak arra, hogy olyan önként vállalt feladatokkal is foglalkozzanak, melyeket fontosnak tartanak. A településfejlesztési operatív programban jelenleg az utolsó pályázatok értékelése zajlik. Eddig elsősorban olyan infrastruktúra fejlesztések valósultak meg, melyek a helyi gazdaságra vannak hatással. Városok esetében ipari parkokra, inkubátorházakra lehetett pályázni. Emellett olyan út és kerékpárút fejlesztések zajlottak le, melyek a munkába járás segítik. Zalai Mihály elmondta, Békés megye számtalan településén volt bölcsődefejlesztés, hiszen ez a szolgáltatás egy falunak kötelező feladata abban az esetben, hogyha ezt 5-nél több szülő kéri. Ezzel az édesanyák munkába állását segítették. A megyegyűlésen szó volt egy Romániával közös határon átnyúló pályázatról is. A több mint 3 milliárd forintos stratégiai projekt során egy-egy egészségügyi projektet valósítanak meg a jövőben. Ebből a forrásból a későbbiekben mind a Békés megyei központi kórház, valamint az Orosházi kórház eszközbeszerzése mellett a megyében található orvosi ügyeletek teljes eszközellátása valósulhat meg. Egy nap alatt 673 új koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba Békés megyében, vagyis 2020 márciusa óta most született meg a legrosszabb napi adat. Az eddigi csúcsot 2020. november 27-én rögzítettük, akkor 513 ember betegedett meg hivatalosan. Igaz, akkor még nem jelent meg az enyhébb tüneteket produkáló Omikron variáns, mely a mostani esetek döntő többségét okozta. A járvány kezdete óta Békés megyében 43.208 ember kapta el a kórt. Országosan egy nap alatt 20.174 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 69, többségében idős krónikus beteg. 3.145 ember tápolnak kórházban koronavírusos tünetekkel, közülük 164-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6.346.000, közülük 3.567.000 már a megerősítő harmadik oltást is felvették. A korábbi lassú emelkedés után több hetes tendenciát tekintve határozott növekedés látható a hazai szennyvízminták koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációjában.
A tendencia tekintetében a vizsgált nagyvárosok közül mások mellett Békés Csaba eredményeiben is növekedés tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei csökkenést viszont sehol sem tapasztaltak. A vírus koncentráció 15 település, köztük Békés Csaba esetében az emelkedett, míg 7 mintavételi helyen a mérsékelt kategóriába sorolható. Újra reneszánszát éri Magyarországon a pálinka. A 2008-as magyar pálinka törvény újra szabályozta, hogy mit nevezhetünk pálinkának. Csak Magyarországon termelt, feldolgozott és desztillált érlelt párlatot lehet pálinkának hívni. Minden más csak gyümölcspárlatnak lehet nevezni. Fabuja Attila okleveles pálinka bíráló elmondta. Az elmúlt egy évtized alatt változtak a fogyasztói szokások. Ehhez hozzájárult a Gyulán már hagyományos fesztivál is. Az évek során a klasszikus alapgyümölcsök mellett megjelentek azok a különlegességek, esetleg vadon termő gyümölcsök, melyek érdekes és intenzív illat és ízaromákkal rendelkeznek. A magyar pálinka 700 éves történetében óriási mélységek és hatalmas hegycsúcsok voltak. Az 1950-es években nem a minőség, hanem a mennyiség dominált, hiszen az akkori felezési törvény szerint a bérfőzetett pálinka felét ott kellett hagyni az állam számára. Fabuja Attila kiemelte, el kell telnie még legalább egy évtizednek ahhoz, hogy a fiatal, 18 éven felüli generáció értékelni tudja a magyar gyümölcsből készült pálinkát. Két irányba indult meg az utóbbi időben a Magyar Honvédség fejlesztése. Az egyik a haditechnikai eszközök fejlesztése, a másik pedig az életpályamodell erősítése. Ez utóbbi része a katonák kiképzése, a katonai pályára irányítás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és hadtisztképző karán tanuló tisztjelöltek jogviszonya 2022. augusztus 20-ától megváltozik. Eddig hallgatók voltak és ösztöndíjat kaptak. Idén augusztustól viszont a Magyar Honvédség szerződéses állományának tagjai lesznek azok a Békés megyeiek is, akik ott tanulnak. Braun Tibor kiemelte, van néhány különlegessége ennek a területnek. A jelentkezőknek katonai alkalmassággal kell rendelkezni, valamint vállalni kell a katonai alapkiképzés teljesítését. Az előbbi esetében részt kell venni egy 3 részből álló vizsgálaton Kecskeméten, vagyis egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgát kell tenni. Braun Tibor hangsúlyozta, folyamatosan várják a jelentkezőket a Békés Csabai hadkiegészítő és toborzó irodában. A 4 éves képzés elején a diákok hallgatói őrmesteri rendfokozatot, végzés előtt hallgatózászlós rendfokozatot kapnak. Az augusztus 20-ai tiszti eskütételt követően hadnagyként kezdik meg a katonai pályafutásukat. Elhangzott, a Magyar Honvédségnél elvárás a folyamatos fejlődés, hiszen mindig új kihívásoknak kell megfelelnie egy katonának, melyekre azonnal kell reagálni. 2019-ben indították el az acélkocka altisztképzési rendszert, melyre május végéig jelentkezhetnek azok, akik először szerződéses legénységi állományú katonaként kerülnek be a rendszerbe. Az egyéves képzés során először egy alapkiképzésen, utána alap altisztkiképzésen vesznek részt, végül pedig szakosodnak. Egy évet követően, amikor leteszik az altiszti esküt, megkezdhetik a szolgálatukat a katonai szervezeteknél. Pénteken kezdődik a bagolyszámlálás. Megújult dobozon a vízelvezető rendszer. Lapszámla következik. Megújult a dobozi csapadékvízelvezető rendszer. A település megújult közműrendszerét szerda délelőtt adták át. Tudósította Beol. A 127 millió forintos beruházás révén megoldották a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetését. Megszépült a miskolci székesegyház. Az isteni ige vasárnapján szent liturgia keretében szentelték meg Miskolcon a belsőleg felújított búzatéri székesegyházat, írta az Orosz Café. A felújítás leglátványosabb része a 72 posztbizánci stílusban készült ikon. A jövőbe tekint a békési kész. Az idei bált nem tartják meg, de a díjátadó sorsa még nem dőlt el, írta a Békési Újság. A békési szervezet új kezdeményezése, hogy kis túlzással könyvtárat alapított a szociális foglalkoztatásban tevékenykedő Derűs házban. Kezdődik a bagolyszámlálás. Az országos sas számláláshoz hasonlóan a Madártani Egyesület idén is elvégzi az erdei fülesbaglyok telelőhelyeinek felmérését, írta az Orosz Café.
Az országosan összehangolt, egy időben végzett számlálás január 28-a és 31-e között péntektől a következő hét hétfőjéig tart. Szeles időszak vár ránk a következő napokban. A hétvégén tovább enyhül az idő. Pénteken hideg front hozhat csapadékot és megerősödő szelet. A hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul. Szombaton napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső vagy kisebb hóesés is előfordulhat. A hőmérséklet mínusz 3 és 4 fok között alakul majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ülésezett a képviselőtestület. Útfelújításról, a gyulahúsról és házasságkötésről is tárgyaltak. Továbbra is rekord közelben. Csütörtökön 556 új koronavírus fertőzöttet jegyeztek fel Békés megyében. Folytatódnak a fejlesztések. A gyulasport terveiről Kertes István ügyvezető számolt be. 4 előadás februárban. A napokban elkészült a Gyulai Várszínház februári programterve. A Gyula TV híradóját látták, most a csütörtöki képviselőtestületi ülésről közvetítünk felvételről. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!